Elhagyott bicikli és üres sátor. Kiürült a határállomás melletti útszél beregsuráinál. Azért az eldobott szemétből látszik, hogy nagy volt a forgalom. Napközben összeszedik a hulladékot, hogy a rendet fenntartsák. Látszik, hogy nagyon gyorsan kellett cselekedni, A4-es papírlapon írták ki, hogy hol a mosdó és hol az információ. A település központjában viszont egyre több a menekült, bőröndökkel várakoznak. A közösségi házban nagy halomban vannak a pelenkák, bébi ételek és az ásványvizes palackok. Az önkormányzathoz egy másik ilyen lerakatra. Élő láncban pakolják az ásványvizet a kis traktor utánfutójára. Nem csak élelmet, hanem játékokat is felajánlottak. Gyere, Eszter! A Lőrinc család Nagy Muzsajról, Kárpátaljáról jött, és Nyírmadára az asszony testvéréhez tart. Onnan jönni kell, nem muszáj. Onnan muszáj, mert ez nagyon rossz helyzet van kint. Azt mondják, Kárpátalján nem lesz semmi, de azt mondják, jobb félni, mint megijedni. Én két gyereket nem fogok kockáztatni, úgyhogy itthon inkább leszek itt, mert nagyon nehéz lesz, az biztos, mert Kárpátaljáról jöttem, én nem tudom itt a dolgokat. Kicsivel is keresztlevéllyel jöttem, hát mert még nem volt útlevele, nincs útlevele, igyekszek majd. Valami lesz. Sokan, így ők is hagytak a rokonokat Kárpátalján. Nagyon nehezen azt hagytam ott papa ujjéket, hát mert papa mellett mentem be, mert nagyon sokat aludtam mellette, úgyis. A Geris család is most érkezett Nagyberegről. A hölgy férje Magyarországon dolgozik, most őt várják Beregsurányban. Hallottam, hogy nagy robbanásokat rendesen a fent az égbe, és olyan nagy tüzek, olyan, mintha nagy tűz lett volna, olyan fény, és hallani, hogy bum, bum, na, robbazgatnak szó szerint. És félnek, és mindenki jön onnan elfele. Aki tud, mindegyik jön. Na, nem tudunk mit csinálni. Közben a művelődési házban egyre többen keresnek menedéket a hideg, csípős szél ellen. A gyerek az gyerek a bajban is, vidáman játszik a nemrég kapott kis autóval. Az iskola tornatermében mindenfelé szivacsok, itt már készülnek az éjszakára. A fiatal arcokon látszik már a reménytelenség és a fáradtság. A település polgármestere azt mondta, naponta 9-10 ezeren érkeznek, de még bírják, mert sok az önkéntes. Sokakat nem is tudok, hogy honnan jöttek, mert csak egy köszönöm volt. Jó reggelt, polgármester úr, kezit csókolom, és tették a dolgokat, és úgy mentek el, hogy köszöntek, hogy viszontlátásra szükség van, mert meghagytuk a telefonszámot. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy ennyire megmozdult az ország. Én úgy gondolom, akinek szíve van, annak megdobbant, akinek lelke van, annak úgy szintén. Ez a hölgy kérte, hogy nem utassuk arcát, de azért jött Budapestről, hogy akár saját lakását is felajánlja a bajba jutottaknak. Amennyit tudunk, próbálunk segíteni, akár szállításba, akár van Budapesten egy üres lakásom, most őket oda visszük, de hoztunk már adomány, gyógyszert, ételt, illetve tegnap Budapesten is a szállón, ahova érkeztek, oda is vittünk rengeteg dolgot, úgyhogy így a következő pár napban, meg így csütörtök este óta, amennyit tudunk, segítünk. Hatalmas sor állt a Záhonyi vasútállomás előtt is. Ide is sokan érkeznek nap mint nap. Volt, aki már a cipőjét is levette, úgy pihentette a lábát. A MÁV ingyenes szolidaritási jeggyel szállítja a menekülteket a fővárosba, vagy tovább. Naponta nemzetközi gyorsvonat érkezik, munkás csatfelül az 5. vágányra, az 5. vágány mellett kérem, vigyázzanak. Rengetegen érkeznek vonattal is Ukrajnából. Tömött szerelvényekben menekülnek a háború elől. Több mint 30 órája vagyunk úton a fiammal. Odesszából indultunk és Lengyelországba tartunk. Nagyon nehéz volt a vonatra felkerülni. Édesapám segített, de őt nem engedték ki. És most itt vagyunk, mondta ez az anya. A gyermekek matracokon fekszenek a Záhonyi művelődési házban. Sokan itt várják, hogy biztonságos helyre tudjanak tovább utazni. Ez a nő a férjét várja, aki Magyarországon dolgozik. Mindenki pánikol, jaj, mert tényleg minek szökön, még ott semmi nincs. De egy az, hogy egy anyának több gyerekkel nehéz, kettő pedig együtt a család úgy mégiscsak könnyebb. Mert ha ő itt, én ott, és nem tudjuk, hogy mikor lesz ennek vége, nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hogy nem vagyunk együtt. A háború csütörtöki kitörése óta csak nem 100 000 menekültek Ukrajnából Magyarországra. A hazai segélyszervezetek és civil önkéntesek folyamatosan segítik a háborús övezetből érkezett családokat.